Joe Linder elhunyt. Még mindig nehezen hiszem el, hogy erről a témáról kell videót csinálnom, úgy, hogy 3 hónappal ezelőtt találkoztam a faszival, és beszéltem vele. Hihetetlen. Megjelen Magyarország legelső étrendtervező, kalóriaszámláló és recept elkészítő applikációja, az iFoodie, illetve személyedző applikációnk is, az iTrainer. Töltsd le őket most! Joe Linder, Joe Aesthetics néven ismert, 1993-as születésű német testépítő, június 30-án hunyt el, aneurizmában, azaz belső vérzésben. Az aneurizma olyan éren lévő kiboltosulás, amely az érfal gyengesége miatt alakul ki. Az egyik nyaki erében következett ez be, és már sajnos csak késő vették észre. Joe még az Instagramon híresült el, amikor egy Alien Gains című videót posztolt, ahol a mellizmát úgy feszítette, hogy a rostok benne mondhatni önálló életre keltek. Az itt látható videóban láthatjátok is, hogy pontosan mire gondolok. Ezután a videó után sokan felfigyeltek rá és elkezdték követni, rengeteg fitness tartalmat posztolt, edzéséről, edzés gyakorlatokról, illetve különleges étrendjéről, életviteléről, amivel egész évben tudta tartani a száraz formáját. Emiatt az egész évben tartott száraz, esztétikus formája, fizikuma miatt rengetegen követték, több millió követőre tett szert. Halála előtt pár héttel az egyik YouTube interjúban azt nyilatkozta, hogy extrém szárassága miatt, mivel sokszor görcsönek be izmai, attól fél, hogy egyszer szívrohamot fog kapni, mivel a szív is egy izom. Véleményem az, hogy hihetetlen, hogy ez megtörtént, viszont várható volt. Főleg így, hogy egy 3-4%-os testzsírt tud a faszit tartani, és mondhatni, hogy off-szezonban, tehát off-szezonban volt 6-7% a testzsírja, ami másnak a színpadi testzsír százaléka, tehát azzal a testzsír százalékkal versenyeznek rengetegen, ő neki az volt az off-szezon formája. Tehát ugye esztétikus, száraz volt, de ez a szárazság, ez hát minden következményekkel jár. Sajnos ez a szárazság is ezzel a következménnyel járt. A teste gondolhatta, ő is tudta, hogy egy idő után, egy pont után fel fogja adni, be fogja dobni a törölközőt, és ez a pont, ez az idő, ez sajnos el is jött. Várható volt sajnos, ezt ő is érezte már, hogy veszélyes, de valahogy mégis napi szinten kockáztatott a kinézete miatt. Itt akárcsak annó Rich Piana-nál, nála is felteszem a kérdést, hogy vajon megérte-e? Vajon megérte-e ezt a kockázatot, vajon megérte csupán a kinézetért ekkora áldozatot hozni? Illetve másik kérdés, hogyha az úrtól kapna, vagy kapott volna még egy esélyt, vajon élt volna-e vele, hogy ugyanígy folytatta volna tovább az életét? Ezt a kérdést válaszoljátok meg ti, várni fogom kíváncsian a kommentbe, hogy ki mit gondol. És aki szeretne nem egy ennyire extrém száraz fizikumot összehozni, de egy egészséges, természetes úton módon elérhető száraz formát, akár versenyre felkészülni, naturál testépítő versenyre mindenféle szír-szar nélkül, szteroid nélkül, teljesen természetes úton módon, az nyugodtan látogasson el weboldalomra, vagy küldjön nekem e-mailt, illetve más dolog, itt ugye megjelent 2 applikációm is, az iTrainer, amit itt találtok. Az iTrainerben rengeteg gyakorlat van, mondhatni, hogy a személyi edzői applikáció, ami személyi edzőnek a munkáját helyettesíti ki, úgyhogy aki gondolja, próbálja ki, van 7 napos ingyenes próba verzió, edzéstervet tudtok összeállítani, stb. Illetve étrend applikáció, az iFoodie, ami egy étrend tervező app, szintén rengeteg recepttel, kezdőtől megtanít főzni haladó szintig, kalóriabázis van benne, tudtok számolni, étrendet össze tudtok rakni, tehát az app az pont erre van, akár diétára, akár izomépítésre. Köszönöm szépen a figyelmet, sajnálom, hogy ezt a hetet ezzel a szomorú hírrel, videóval kellett kezdenem, de sajnos ez van. Én is nagyon sajnálom Joe-t, de ezt ő vállalta, ezzel a szárassággal, meg ezzel a fizikummal, hogy benne van a pakliba, hogy ezt ő is kijelentette, hogy hát, hogyha nem ez lett volna, akkor egy idő után valószínűleg szívroham. Na de írjátok le még egyszer a kommentben, hogy mit gondoltok, és szerdán érkezek egy újabb érdekes videóval, ami már nem lesz ennyire szomorú, de szintén testépítő vagy testépítőkről szóló videó lesz. Addig is maradjatok velem, mindenkinek kellemes hetet, Tari Ádám voltam. Peace.